Korábban májusban tartott előadást arról Spanisberger Máté, hogyan dolgozott a kontinensen, vadőrként legutóbb a Dél-afrikai köztársaságban teljesített szolgálatot. A Dél-afrikai köztársaságba mentünk a szervezettel, ez ugye a Conservation Rangers Operations Worldwide nevű szervezet, ennek vagyok én a tagja 2019 óta. És egy dél-afrikai magán porszarvú farmra mentünk le, és ott segítettünk a helyieknek, ezeknek az állatoknak a védelmében. De mint mindig, most is akkor kezdjük az elején, Olaszországban. Mindig minden Olaszországból indul. Lementem még 2021. augusztusában egy kvázi továbbképzésre. Van egy nagyon jó barátom a Bundeswehrnél, mesterlövész a srác, és megtanított pár trükköt, hogy hogyan kell messzire nagyjából pontosan lőni, meg az álcázás, itt az majd később is jön az álcázás alapszabályai, csináltunk magunknak ilyen zseniális fűkalapot, és a rendes szalmakalappal ellentétben ez kifejezetten meleg. Itt gyorsan, igen, ugye, tehát itt el kell mondani, hogy ez a továbbképzés, ez már felkészített minket komolyabb harci szituációkra is. Spanisberger Máté még 2019-ben találkozott egy non-profit szervezet hirdetésével, amely vadőröket képez ki, hogy a közepes és magas kockázatú területen kiszűrjék az orvadászokat és megvédjék a természetet. Elvégezte a képzést Olaszországban, majd bele is vetette magát a vadonba. Legutóbb a Dél-afrikai köztársaságban vendégeskedett, egy magán orszarvú telepen kellett védeni az állatokat. Sajnos a rossz fiúk fel vannak szerelve annyira, hogy komolyabb fegyverzettel, komolyabb taktikai képzettséget igénylő képzést is végre kellett hajtani, mielőtt kimentünk, legalábbis nekem, de erről majd később lesz szó. A másik kolléga odakin, aki aztán társam és jó barátom lett ebben a kalandban, ő már gyakorlott volt etéren. Na, beszéljünk egy kicsit a Dél-afrikai köztársaságról. Ugye ez Afrika legdélebbi állama, ami a nevéből is adódik. Nagyjából 1,2 millió négyzetkilométer, tehát mint Európa harmada. Hatalmas ország, iszonyatosan változatos az élővilága, mind növényi, mind állati szempontból. A 3000 méter magas hegyektől a kopár, a homokos tengerpartok, a trópusok, a sivatag, minden megtalálható az országban. A feladatai közé tartozott a járőrözés, egy nagyjából 15-20 km hosszú kerítés mentén kellett ezt végezni. Védelmi pontokat is kell ellenőrizniük, ez az orszarvuk itatóhelye, ide jár a legtöbb orvadász. A legmunkásabb feladata pedig az volt, hogy egy kis orszarvú bébiről kellett megmondania, milyen nemű. Egy hónapig kergették az anyát és a kicsinyét, mire meg tudták állapítani a nemét. Azt is elárulta, milyen fegyvereket használtak. Itt a világ minden pontjáról mindenféle fegyver megjelenik Afrikában. Ami itt fontos megjegyezni, hogy mindig kétfős csapatokban járőröztünk, és mindig úgy volt, hogy az egyik embernél van halálos fegyver, a másiknál van nem halálos fegyver. A nem halálos fegyver az a paintball fegyverhez hasonló dolog, kicsit jobban hasonlít egy igazira. Egy széndioxid patront kellett, mint a szódagépbe, olyat kellett beletenni, és tömény fájdalommal volt megtöltve a tár, ugyanis vagy tömör gumibogyót tudott lőni, vagy paprikával töltött bogyót tudott lőni. A paprikával töltött bogyó az olyan volt, hogy egyszer járőröztünk, és már tüsszögtem. Az orszarvuk nehezen különböztethetők meg, a fülük van megjelölve, úgymond kicsipkézve, az alapján lehet megmondani, melyik egyed melyik. Ha nagyon távol voltak, akkor a megszokott társaságot lehetett azonosítani, vagy a kölykök alapján. A farmon a legkisebb állat egy nagyobb acska tücsök volt. Amikor fölkapcsoltam rendesen a lámpát, és akkor készült arról, a tücsökről készült ez a kép, szerintem ő is pont annyira megrémült. Hát szerintem egy métert biztos, hogy ugrottam tőle, mert félelmetes kis állat. Azt a másik középen, az is egy nagyon kedves kis állat, csigabiga. Az egyik kolléga szedte le a sátrán, ott az ágya mellett, így mászott fel a falon. Úgyhogy arra is jól lehetett felébredni, és akkor jöjjön a kedvencem, a ganajt úróbogár. Ezek az állatok zseniálisak. Na most az egy dolog, hogy elképesztően viccesen néznek ki, ahogy görgetik a kis galacsinjukat, és ezt az ember egy napig simán el tudja nézni. Nagyon padlógázzal ott kepeszt.
És utána ők, az külön egy élmény nézni, ahogy utána megpróbálja elásni. A legveszélyesebbnek tűnő állat a skorpió, érdemes kerülni, marása halálos. A repjegyet és a vízumot maguknak intézték, akik kimentek vadőrnek, a szállást és az ellátást viszont a fogadó fél. Hogy legközelebb mikor megy Afrikába, még nem tudja, de várja az újabb kihívásokat. A szervezet jelenleg ingyen működik, aki szeretne egy afrikai kalandot átélni, akár Nigériába és Kenyába is kimehet.